globális klímavédelemben cselekvésre és hatékony, önmagunkat fenntartó, eredményt hozó megoldásokra van szükség. A különleges magyar nemesítésű smaragdfa hozzájárulhat a felmelegedés csökkentéséhez. A fa mindamellett, hogy sokkal több széndioxidot tud megkötni és sokkal több oxigént tud előállítani, mint más fafajok, javítja a levegő minőségét és páratartalmát, és szinte ipari méretben nyeli a port és a smogot. Nagy Berényben vagyunk, egy nagyjából másfél hektáros smaragdfa ültetvény ez, amire nagyon büszkék vagyunk, mert Európa első karbonklíma ültetvénye. Karbonklíma ültetvénye, ami azt jelenti, hogy nem arról beszélünk csak, hogy fát termelünk, és tulajdonképpen egy faültetvényt alkottunk, hanem az ENSZ által 2015-ben elfogadott fenntarthatósági céloknak megfelelő hasznosságokat építettük be, és ez a fa ezt tudja. A smaragdfa a paulovnia fajok egy különleges fajhibridje. Ezért a mikroszaporítással előállított fa könnyen összetéveszthető az ugyanebbe a családba tartozó császárfával. Ám az új hibrid különlegesebb tulajdonságokkal bír. A császárfának az egyik vágya és jogos vágya, ami miatt invazívnak minősítették, az az, hogy magról szaporodik. Hát itt érdemes körülnézni, gyakorlatilag itt van a 4 éves és a 7 éves ültetvény, mindegyik virágzik, és gyakorlatilag a magja steril, tehát magról nem szaporodik. Ez azért fontos, mert nem akarunk a hazai őshonosokkal semmiféle versenyt vagy áthatást generálni. Ugyanakkor meg a virágzásunk hihetetlen módon támogatja a méhészetet, és miután egy hónap eltérés van az akác és a smaragd mézelések között, így azt gondolom, hogy igen, nagyon komolyan tudunk mézelni és támogatni ezt a fajta pollenizációt, tehát magát azt a megtermékenyítést, amit a méhektől várunk. Mézelő virága mellett a fa minden része értékes. Levele por és pollenszűrő, kiváló takarmány, komposzt vagy akár gasztronómiai alapanyag is lehet. A paulovniáknak nagyon-nagyon különleges a levele, részben azért, mert nagy a protein tartalmuk, részben azért, mert nagyon jó a szövetszerkezetük. Be is vizsgáltattuk a smaragdfának a levelét a Herceghalmi Kísérleti Intézettel, és közvetlen állati takarmányozásra alkalmas. Van egy nagyon-nagyon különleges tulajdonsága, hogy ezek a levelek niacint tartalmaznak, B3 vitamint, ami tulajdonképpen a DNS karbantartásban is egy rendkívül fontos dolog, illetve vitaminként, additívként, kozmetikumokban is előszeretettel használják. A fa karógyökérzete pedig képes megszűrni, megtisztítani a szennyezett talajt. Ráadásul Endrődi László szabadalmának, a gyökéritatónak hála, a smaragdfa fele annyi vizet igényel, mint a hagyományos fák. Én azt gondolom, hogy a smaragdfánál ez azon kívül, hogy lecsökkentette, megfelezte a vízigényt, tehát a smaragdfa ma kevesebb vízzel dolgozik, mint általában az őshonos növények Magyarországon. Emellett igazából az általános vízveszteséget is lecsökkentette, és ez ma, amikor a szárazság egy központi probléma lett, azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon komoly jövőre hivatott. A hibrid fa rendkívül gyorsan nő. Egy ilyen ültetvény 30 év alatt akár 3-4-szer vágható, míg egy hagyományos erdő 60-80 vagy akár 100 év alatt reprodukálódik. Tulajdonképpen azt tapasztaltuk, hogy Magyarországon, amikor ideális a telepítési hely, illetve az időjárás is, akkor napi 2 centiméterrel tud nőni a növény. Ez azt jelenti, hogy ha egy nagyjából 4-5 hónapos vegetációs időszakot nézünk, tehát mondjuk 5 hónap az ugye 150x2, 3 méteres fa egy év alatt az teljesen normális a smaragdfánál. Dr. Steyer József gyerekkori álma volt a Szahara zöldítése, ami mára elérhető célnak tűnik. A karbonklíma farm már Marokkóban is bizonyított. Egyre több afrikai ország, sőt Mongólia is érdeklődik a fa iránt. Nagyon régóta keresem, vagy inkább azt kell mondani, hogy keresek, mint mongolok, egy olyan fajta növényt, ami Mongóliában fásítási folyamatban megfelelne. Ami lényeg az, hogy mivel hibrid fára van szó, nincs semmilyen veszélye a őshonos fákra, úgyhogy őshonos fákkal együttesítve tudunk csinálni, és a legfontosabb dolog ugye Mongóliában, a sivatagban vagy városokban a klímaváltozás miatt is nagyon sok por van, minden van, és akkor a levegőszennyeződés ellen is nagyon jól tud hatással lenni ez az a fa.
A smaragdfa igazi csodanövény, sokoldalúan hasznosítható. A nagy mennyiségű oxigén előállításával és széndioxid megkötésével pedig rendkívül sokat tehet bolygónkért.